Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Rivia számára. Kedves Rivia, üdvözöllek téged, ez a te felvételed, és én először az asztrológiával kezdeném az indiai számítás szerint. A te aszcendentusod a nyilas jegyében van. Az azt jelenti, hogy abban a pillanatban, ahol te megszülettél, amikor te megszülettél, a nyilas jegye kelt fel a keleti határon. Ez az energiamező, ez elkísér téged a születésedtől az életed végéig. Befolyásolja a fellépésedet, a személyiségedet. A nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik, az utal a te erődre, bátorságodra, azon kívül arra is, hogy itt mozgások vannak külföldi kapcsolataid, mert a nyilas jegye utal külföldre, külföldi utazásokra, kapcsolatokra is. Ami fontos számodra, hogy legyenek céljaid. Pontosan ezt mutatja a nyilas jegye, mert az utal arra, hogy nézzünk egy irányba, mégpedig ez a centrum, a mi galaxiánk, a tejútnak a központja. Spirituálisan ez azt jelenti, itt vannak az álmaink és a vágyaink. Tehát, ha vannak terveid, akkor azt ne add fel, hanem figyelj ebbe az irányba, mert ez az élet utad. Az ő horoszkópjában a deszcendent van a nyilas jegyében. Az pontosan szemben áll, és ezzel a deszcendenttel kinyílik egy új életterület, mégpedig a párkapcsolat. Tehát itt nálatok tükröződik valami. Jelenleg itt a nyilas jegyében mozog a lefele mozgó holdcsomó októberig, és az utal kármikus témákra, mégpedig az, amit te átéltél a korábbi életedben. Ez a múlttal áll összefüggésben. Nem csak Kétú, ez a lefele mozgó holdcsomó van a nyilas jegyében, hanem egy visszatekintő Jupiter bolygó és egy visszatekintő Plutó bolygó. Ez a visszatekintés utal a múltra. Jupiter bolygónál vannak lehetőségeid, ez a visszatekintés jelentheti azt is, hogy most lassulnak az események, de szeptembertől jön egy új irány, szeptembertől fordulnak a dolgok, és minden úgy előre halad. Plutó is hat a személyiségedre, ez utal szexuális témákra is, de nem csak ezt jelenti, hanem mutatja a belső erődet, hogy higgy magadban. Tehát ez most a befolyás, ami még idén, meg jövő év elején is hat rád. A második életházban vannak az anyagi dolgok, de nem csak az, hanem az értékek, a belső értékek is. Itt található a te horoszkópodban a bak jegye, Mars bolygó és Merkur bolygó. A bak jegyénél előfordulhat,
hogy a fiatal éveidben, gyermekkor, ifjúság éveiben korlátozások voltak. Vagy nem kaptad meg azt az elismerést, amit szerettél volna, vagy voltak anyagi korlátozások. A második életszakaszban, a későbbi években a bak jegye előnyös, mert segít abban, hogy valamit rendez az anyagiak körül, abban is segít, hogy megkapjad az értékeket, vagy megkapd azt az elismerést, amit meg is érdemelsz. Itt értékekről van szó. Merkur bolygó szintén itt van ezen a területen, és segít abban, hogy jó üzleti kapcsolatokat teremts, és anyagilag jó helyzetben légy. De visszatérek a bak jegyére, a fiatal években ez nehéz, később ezt meg tudod oldani. Jelenleg itt mozog Szaturnusz bolygó, visszafele tekint, itt a múltról van szó, de az is előfordulhat, hogy ez a visszatekintés lassítja az eseményeket. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, meg a kármikus témákat is őrzi, azon kívül tanít bennünket. Mit kell most tanulnod? Ezek az értékek, a te belső értékeid. Szaturnusz bolygó kihat ez évben, meg jövőre is, ezen a területen. Itt nem csak a belső értékekről van szó, hanem anyagi dolgokról is, és azt kell, hogy rendezd. Ez a leckéd így Szaturnusz hatása alatt. A harmadik életház az az élet iskolája, de utal képzésekre is. Itt van nálad a vízöntő jegye és a napod. A nap itt a vízöntő jegyében azt mutatja, hogy vannak ötleteid, elképzeléseid, de azt is, hogy te különleges vagy, egy különleges személyiség, és ezzel tudod bebizonyítani magadat az élet iskoláján. A negyedik életház az a mély ponton van a horoszkópban, az mutatja az alapokat, amire te építhetsz az életedben. Ez a halak jegyében van. Itt kell, hogy megállj, mert erre alapítasz valamit az életedben. Ez adja neked a tartást. A halak jegyében nem könnyű, mert az a víz eleméhez tartozik. És a víz eleménél érzésekről van szó. Ebben a csillagjegyben kettő hal van, és két különböző irányt mutat. Mivel érzelmekről van szó, az egyik irány mutatja félelmeket, a bizonytalanságot, ebből ki kell lépni. A másik irány pedig az önbizalom, amikor tudod, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy te ezt elképzeled. Ha ebben hiszel, akkor az neked megadja ezt a bázist, ezt az alapot, amire te építhetsz. Itt a negyedik életházban, a halak jegyében található nálad Jupiter bolygó és Vénusz bolygó. Jupiter bolygó segít neked, szerencsét hoz, és a Vénusz bolygó kihat a szerelmi életre, de mutatja a te nőiességedet is. Mivel a negyedik életház az otthonra is utal, és Vénusz energiájával, Jupiter segítségével nagyon szép az otthonod. A hatodik életház az a munkára utal. Itt van nálad a bak jegye,
és két ó, a lefele mozgó hold csomó. A hatodik életház az a munka élet terület, itt van nálad a bika jegye és két ó, a lefele mozgó hold csomó. Ez a lefele mozgó hold csomó, ez egy kármikus csomó, és mutatja a múltadat, mindazt, amit átéltél a korábbi életedben. A bika jegye az szimbolizálja az anyagiakat, az értékeket, szereti az életet, kicsit kényelmes, és ez, ahol te kiismered magadat. Ez fontos nálad a munkahely területén. Mivel a bika jegye fölött Vénusz bolygó uralkodik, az utalhat egy kreatív munkára. Október hónaptól itt fog mozogni Rahu, a felfele mozgó hold csomó. Szintén egy kármikus csomó, de ez nem a múltat mutatja, hanem a jövőt, egy új irányt. Tehát október hónaptól számíthatsz arra, hogy lesznek munkahelyi változások. Lehet, hogy nem az idén, hanem jövőre, mert akkor is hat még ez a Rahu, ez a felfele mozgó hold csomó. A hetedik életház az a párkapcsolatra utal. Itt van nálad az ikrek jegye és Szaturnusz bolygó, mégpedig egy visszafele tekintő Szaturnusz bolygó, ami a múltra utal és kármikus témákra. Ez kihat a párkapcsolatra. Ez egy kármikus szerelem. Nem csak ez a visszatekintő Szaturnusz bolygó utal erre, hanem jelenleg itt mozog a felfele mozgó hold csomó, ami szintén kármikus témákra utal, mégpedig egy új kapcsolat, egy új irány, vagy egy kiút a párkapcsolatból, és egy új kezdet, egy új szerelem. Nem csak jelen pillanatban hat ez a Rahu energia, ez a felfele mozgó hold csomó, hanem egész évben ennek a hatása alatt álltál. A nyolcadik életházban van a transformáció. Itt tanulunk valamit, mégpedig azt, hogy elbúcsúzzunk mindattól, ami szomorít bennünket. Az lehet gondolat, lehet érzések, kapcsolatok, vagy lehet valamilyen tárgy is, előfordulhat költözködés is, mert vannak helyek, ahol mi nem érezzük jól magunkat, és lehetnek így változások. Itt van ebben a nyolcas életházban nálad a rák jegye és a holdad. A hold jól érzi magát a rák jegyében, mert itt itthon van. Uralkodik a rák jegye felett. Ez mutatja az érzelmeidet, az anyai ösztönödet is. Itt a rák jegyében fontos, hogy ha változásokról van szó, vagy belső változásokról, ez is ide tartozik, akkor bízzál a belső hangodban, vagy az ösztönöd. Figyelj oda rá, mert ez segít neked. A 12-es életházban vannak a titkok. Itt van nálad Neptun bolygó, a Skorpión jegyében, és Rahu, a felfele mozgó hold csomó. A Skorpión jegye szintén titokzatos. A víz eleméhez tartozik, tehát érzésekről van szó. Und Rahu mutat egy kiutat, egy új irányt, és figyelj az érzelmeidre,
Itt ebben a Skorpión jegyében van a transformáció. Vannak félelmek, bizonytalanságok, azt el kell, hogy hagyjad, és bízz magadban, vagy bízz a jövődben is. Neptun bolygó közöl veled valamit, mégpedig az álmaidat, a vágyaidat. Bízz abban, hogy ez megvalósítható. Ami érdekes a te horoszkópodban, hogy Szaturnusz bolygó az ikrek jegyében áll. Az ikrek jegye mutatja a könnyűséget, a fiatal kisugárzást. Mindig mozgásban van. Szaturnusz bolygó itt korlátozásokat mutat. Mivel Szaturnusz bolygó visszatekintő, az utal a múltra, a gyermekkorodra, az ifjúságodra, én úgy gondolom, hogy vagy a szüleid voltak szigorúak hozzád, vagy gyakran voltál a nagyszülőknél, mert Szaturnusz bolygó gyakran erre is utal. Ami érdekes, Merkur bolygó a kos jegyében van. A fiatal években nem könnyű tanulni vagy kifejezni azt szavakban, amit mondani szeretnél, itt is vannak korlátozások, viszont a második életszakaszban a kos jegye segít abban, hogy tényleg úgy fejezd ki magadat, ahogy te azt mondani szeretnél, és elismeréseket fogsz kapni. Ami érdekes, hogy Szaturnusz bolygó az ikrek jegyében van, és az ikrek jegye felett Merkur bolygó uralkodik, és Merkur bolygó a kos jegyében van, és itt Szaturnusz bolygó uralkodik. Tehát itt a bolygók tükröznek számodra valamit. Ez olyan, mint egy látogatás. Képzeld el, hogy az ikrek jegye az, mint egy ország vagy egy királyság, és itt Merkur bolygó uralkodik, és Szaturnusz meglátogatja. A másik királyság pedig a kos jegye, itt Szaturnusz bolygó uralkodik, és Merkur bolygó meglátogatja. Tehát itt van egy kapcsolat, ők beszélnek egymással, és ha ezt így összhangba hozod, hogy neked ez a tehetséged, ki tudod magad fejezni, és ezáltal különleges vagy, például ha fellépéseid vannak, és ott a közönség, vagy leírod a gondolataidat egy könyv formában, és ez megjelenik, ez neked sikert fog hozni. És most beletekintünk az ő horoszkópjába. Ő egy fél hold napon született. Ez szép, viszont itt vannak nehézségek. Az abból adódik, hogy hiányzik számára valami. Itt a tűz eleme hiányzik. A bátorság, a lelkesedés, ezt kívülről kell, hogy megkapja. Az ő aszcendentusa, az az ikrek jegyében van. Az tükröződik veled, nálad a nyilas jegyében, nála az ikrek jegyében, az pontosan szemben áll, tehát itt tükröződik valami. Te nézel ebbe a tükörbe, ő néz ebbe a tükörbe. Ti tanultok egymástól valamit, vagy segítetek egymásnak. Te erősíted őt, ő erősít, segít neked. Viszont ha így szemben állnak, az olyan, mint egy mérleg. Itt kell a belső egyensúly, és arra is oda kell figyelni, hogy középen van a megoldás. Tehát fontos az, hogy te tartsd vele a kapcsolatot,
ne fuss el az érzelmeid előtt, de ne túl sokat mutass ezekből az érzelmekből, mert akkor ő visszahúzódik. Nála itt az ikrek jegyében, az első életházban, ami utal az ő személyiségére, itt található jelen pillanatban Ráhú, ez a felfele mozgó holdcsomó. Ez utal kármikus témákra, mégpedig itt megújulásokról van szó. Előfordulhat, hogy változik a fellépése, a külseje és a személyisége. Ez a Ráhú, ez a felfele mozgó holdcsomó októberig van itt az ikrek jegyében. A harmadik életház az mutatja az élet iskoláját, nála itt az oroszlán jegye van. Neki fontos, hogy ő a középpontban legyen, és elismerést kapjon. Ez, amit ő tanul. Ráhú itt van az ő horoszkópjában, ebben a harmadik életházban, az oroszlán jegyében. Ráhú az a felfele mozgó holdcsomó, egy életút, egy sorsút, amit ő kiválasztott, mert erre van szüksége. Itt tanulnia kell. Ez a Ráhú, ez a Magha holdházban található, és ez a holdház a Regulus csillag hatása alatt áll. Regulus az a királyoknak és az uralkodóknak a csillaga. Itt ő azt tanulja, hogy uralkodjon az élete, a sorsa felett. És kell számára ez a fellépés. Ebben segít az oroszlán jegye is. Ő legyen a középpontban. Ez számára egy kiút. Nem csak ez a felfele mozgó holdcsomó található itt, hanem egy visszatekintő Mars bolygó és egy visszatekintő Jupiter bolygó. Ez a visszatekintés a múltjára utal. Itt vannak neki kármikus témái, és amit tanul, hogy ő egy uralkodó, és kell, hogy mások őt így értékeljék. Az ő nagyságát kell kimutatni. A negyedik életházban van nála a szűz jegye, egy visszafele tekintő Szaturnusz bolygó, egy visszafele tekintő Plutó bolygó. Ez a négyes életház utal az otthonára, de az alapokra is. Erre az alapra kell, hogy építse az életét. A szűz jegye a föld eleméhez tartozik, az arra utal, hogy számára fontos az anyagi biztonság, de ő nagyon meggondolt, és jó, okos döntéseket hoz az életben, és szüksége van a tisztaságra, egy tiszta otthonra, de arra is, hogy minden rendben legyen az életében. Az ő holdja az ötös életházban található, ami a gyermekekre utal, de arra is, hogy hogy alakítsa ki az életét. Ez olyan, mint egy színpad, és ő játssza itt a főszerepet. Itt nála ez a mérleg jegyében van. Ő szereti a harmóniát, a belső egyensúlyt, és erre szüksége van, ezt mutatja a hold, az érzelmei, a belső nyugalmat és a belső egyensúlyt. A mérleg jele szimbolizálja a párkapcsolatot, és ez számára nagyon-nagyon fontos. Előfordulhat az is, hogy keresi a párkapcsolatban az anyai érzéseket, ezek az elvárásai a társnővel kapcsolatban.
Itt ezen az életterületen van nálamik Uránusz bolygó és Neptun bolygó is. Az mutatja azt, hogy különleges körülmények között kialakíthat valamit az életében, egy kreatív munkát. A hetes életház a párkapcsolatra utal, itt van nála a nyilas jegye, itt mozog jelen pillanatban Kétú, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, itt vannak kármikus témák, ez októberig még itt van a nyilas jegyében, és egy visszatekintő Jupiter bolygó, egy visszatekintő Plutó bolygó őszig, akkor változik az irány, de kihat nála a párkapcsolat területére. Itt vannak kármikus témák és változások. A nyolcas életház mutatja a transformációt, a megújulásokat. Ő el fog búcsúzni valamitől vagy valakitől, itt lesz egy új kezdet, ez áll a középpontban, ez neki fontos, itt van a napja is, és kihat rá Szaturnusz bolygó, mert itt mozog Szaturnusz a bak jegyében idén, meg jövőre is, itt lesznek változások. A kilences életház az utazásokra utal, az lehet külföldi kapcsolat, külföldi utazások, de lehet egy belső út is. Az ő horoszkópjában, itt a kilences életházban van a vízöntő jegye, azon kívül a lefele mozgó holdcsomó Kétú és Merkur bolygó. Ez lehet külföldi kapcsolat, lehet egy kereskedelmi kapcsolat is. Kétú mutatja a múltját, azt, amit ő átélt a korábbi életében, sok utazás, kereskedelmi kapcsolatok, viszont ez a Satabisa holdházban van. Ez a Satabisa holdház szerencsét hoz, de mutatja a félelmeket is. Tehát ha félelmek vannak, akkor nem jön be ez a szerencsés út. Viszont ha átteszi magát a félelmein, itt nagyon sok szerencse csillag áll ezen a területen, ebben a holdházban. Az ő kármikus témája az, hogy áttegye magát a félelmein. Hiányzik a tűz eleme, ez a bátorság, ezt másoktól megkaphatja, mert mások segítenek neki, vagy a társnője, te segítesz neki áttenni magát az ő félelmein. A tízes életházban van Vénusz bolygó a halak jegyében, Vénusz mutatja a szerelmi kapcsolatokat, a társnőjét. A tízes életház az a nyilvánosságot mutatja, vagy a hivatását. Az lehet egy közös cél, a nyilvánosság, egy közös munka. A halak jegyében van nála Vénusz bolygó, ugyanúgy, mint nálad is a te horoszkópodban, a te Vénusz bolygód szintén a halak jegyében, tehát te vagy ez a társnő, te vagy a nagy szerelem, ahogy ő ezt elképzeli, mert így egy hangban vagytok. Ami még a Vénusz és Mars bolygót illeti a kapcsolat kettőtök között, az is egy kellemes kapcsolat, egy szextil kapcsolat a te Marsod és az ő Vénusz bolygója között. És Mars Vénusz az utal a szerelemre. Amire ügyelned kell, a te holdad a rák jegyében van, az ő holdja a mérleg jegyében van, a kettő között van egy kvadrát kapcsolat, amire ügyelned kell, azok az érzelmek, a hold.
A te horoszkópodban a hold a rák jegyében van, a víz elemében, nagyon érzékeny, mély érzelmek, családias. Nála a hold a mérleg jegyében van, a levegő elemében. Számára fontos a levegő, a szabadság érzete. Ha túl sok érzelmet kap, nem tud vele mit kezdeni, mert ilyenkor úgy érzi, hogy nem kap levegőt, nem tud lélegezni. Tehát ne túlozd el, ne túl sokat mutass az érzelmeidből. Neki mindig kell az az érzés, hogy ő szabad. És ha ezt így érzi, és megvan a belső egyensúly, annál jobban közeledik hozzád. És ami a Mars és Vénusz bolygót illeti, és ez a szerelemmel áll összefüggésben, ott minden rendben van, az nagyon harmonikus kettőtök között. És most megtekintjük ezt a jóslást, az ő jelenlegi helyzetét, itt ez a kártya mutatja, és ez halálra utal. Nagyon-nagyon ritkán előfordulhat egy haláleset a családban. De ennek a kártyának más a jelentése, mégpedig az, hogy ő lezár valamit, vagy elbúcsúzik valakitől. Ez utalhat a társnőjére, hogy itt válásra kerül a sor. Mi a terve? Ezt mutatja itt ez a kártya. A négyes szám arra vonatkozik, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete. Itt kereszteződik az utatok. Ő figyel téged, és te ezt nem is látod, nem veszed észre. És amikor itt találkoztok, akkor ő úgy fog tenni, mintha ez véletlen lenne. De keresi ezt az utat, mert látni akar téged. Mi áll a középpontban? Ezt mutatja itt ez a főpapnő. Ez lehet egy spirituális téma. De ez a főpapnő őrzi a sorsok könyvét. Ő tudja, hogy a ti kapcsolatotok egy kármikus kapcsolat, ez le van írva a sors könyvében. Milyen hatás van kívülről? Itt látható a hold. Az lehet, hogy van egy hölgy a háttérben, és ennek a hölgynek vannak még reményei, viszont a hold szimbolizálja az anyukáját is, tehát itt vannak ilyen anyai érzések, vagy emlékek, ami a gyermekkorára vonatkozik. Mi változik nála? Itt van egy levél, egy hír. Ő jelentkezik nálad, vagy ír neked. De ez lehet egy szerződés is. És hogy áll hozzád a jelen pillanatban? Itt van egy hölgy, aki szomorú. Az lehet, hogy ő úgy érzi, hogy te vársz rá, és szomorú vagy, de ez a hölgy mutathatja az ő tartását is, hogy ő szomorú. A 8-as szám az egy olyan húzavona, amikor mi keresünk egy kiutat ebből a helyzetből. Tehát, hogy véget érjen ez a szomorúság. Most megtekintjük ezt a hölgyet a háttérben, mi kettőjük között a kapcsolat. Ez a hölgy nagyon visszahúzódó. Amit ő foglalkoztat, azok az anyagiak, de nagyon-nagyon bizonytalan, mert nem tudja, hogy rendeződjenek a pénzügyi dolgok kettőjük között. És mi a terve veled kapcsolatban, mit fog tenni? A 10-es szám utal egy új kezdetre, veled együtt. És Fortuna istennő mutatja itt a szerencsét. Neked szerencséd lesz vele. Mit tegyél?
a tetteket mutatja itt a királynő, és ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. Legyél bátor, és adj neki erőt. Te tudod, hogy nála hiányzik a tűz eleme, a bátorság. Te tudsz neki segíteni abban, hogy döntéseket hozzon, hogy kimondja azt, amit szeretne, hogy védje magát, adj neki erőt. És a tűz eleme nem csak a bátorságot és erőt jelenti, hanem a szív melegségét is. És hogy reagál erre, mit fog ő tenni, milyen a jövőtök, ezt mutatja itt ez a kártya. Ő kicsit bátrabb lesz, mint a múltban. Tehát változnak az események. Ő elindít itt valamit. Hozzád jön. Kezében van ez az arany kehely, és az szimbolizálja az érzelmeket. Ő nyitott lesz erre a kapcsolatra. Ő kimutatja az érzelmeit, és megvan arra a lehetőségetek, hogy induljon itt egy közös életút. Én megkérdezem most az ingát, szeret ő téged? Igen, nem, vagy egy kicsit? Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, nem, ő nem szeret téged. Amennyiben az inga megáll, úgy megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. A válasz, igen, ő szeret téged. Kedves Rivia, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!